135-öt adtam vért. Hát a jutalom az eddig 50-szeres, 75-szörös, 100-szoros, 120-szoros véradó, és 2 év ezelőtt kaptam egy Pelikán bronzdíjat, vagy hát egy bronz Pelikán díjat, Győrben volt egy ünnepség. Ezek azok, amik voltak ajándékok, jubileumi megemlékezések. Mikor és hogyan kezdődött ez a segítségnyújtás? Hát az én fiatal koromban, amikor a 18-at betöltöttem, ez teljesen természetes volt, hogy hát megyünk véradásra, falul laktam, ott nagyon sokan mentek vért adni, elmentem én is, hogy betöltöttem, aztán ezt ott ragadtam. És akkor később már rendszeresen úgymond éreztem azt, hogy jön az idő, hogy most már megint le kell adni a vért, és akkor nem hívtak soha, tehát se SMS-be, se telefonon. Én mentem, és most is megyek, amíg lehet. Beszéltem most az orvossal, ugye betöltöttem a 66-ot, most már 66 fölött adtam ezt a 135-et. Hát mondtam a dokinak, hát azért az a jubileumi 135, az egy kerek szám, az legyen meg. Nem látta akadályát, de is kérdeztem, hogy ezután még továbbra is, azt mondja, hogy ha egészségileg, tehát nincs probléma, akkor adhatok még akár 67 évesen is. Milyen gyakran adhat vért egy véradó? Megvan szabva egyszer naptári év szerint, tehát egy évben csak 5-ször lehet. Hiába van az 56 nap, ugye 56 nap után férfiak adhatnak, de van egy ilyen limit, hogy naptári év szerint csak 5-ször. Ami azt jelenti, hogy 10 év alatt csak 50-szer adhatok vért. Mit szól a környezete, akik tudják, hogy ilyen sűrűn segít embertársainak? Volt már több esetben is, hogy úgy, aki feküdt mellettem, hogy hűha, ugye amikor a vértvevő hölgy nézi a papírt és mondja, hogy ó, hányi, és akkor hűha, az ember észreveszi azt, hogy kicsit ránéznek, jó első érzés, meg az, hogy az ismeretségi körömben nagyon-nagyon sokan gratulálnak. Van, aki viccesen, van, aki azt mondja, hogy könnyű neked, már ott a hegyen a vérpótló. Ilyen is volt. Volt, aki azt mondta, hogy az Isten áldjon meg érte. Én meg úgy vagyok vele, hogy ez több rétű ez a dolog, hogy most valakin segíteni, hát persze, hogy segítek, én így tudok segíteni. Ez egy segítségnek egyfajta formája, de ami párosul azzal, hogy nekem is jót tesz. Tehát a szervezetnek jó az a vércsere, én úgy gondolom, és azért beszélek még most is mindenkit, akit lehet véradásra, hogy menjen el. Egy az, hogy kicsit megnyugszik, mert azért van egy orvosi vizsgálat, tehát az mindenképpen lelkiák be azért egy erőt ad, hogyha hát egészséges vagyok, már adhatok vért. Hát a vérről annyit, hogy biztos, hogy nagyon nagy szükség van, mert SMS-ben értesítenek arról, amikor a vért kiszállítják a kórházba, és a véradás után egyre rövidebb az az idő, amikor megjön az SMS, hogy az ön által leadott vért kiszállítottuk a kórházba. Ami azt jelenti, hogy mikor voltam? Kedden? Azt hiszem. Kedden. Tegnap már kaptam az SMS-t, hogy kivitték a vért a kórházba. Máskor ezzel szoktak el szokott menni 2-3 hét is. Tehát ebből látom azt, hogy vagy gondolom azt, hogy több vérre van szükség, illetve talán nincs annyi vér, amennyire szükség lenne. Szabad idejét mivel tölti? Mi az a vérpótló, amit említett? Szabad időm az a pince, a szőlő. Szőlészkedek, borászkodok, szeretem a hegyi életet, nagyon sokat kint vagyok a hegyen, nagyon sok munkám van, itt nagyon sok mindent nem tudok csinálni. Tehát a kötelező napi dolgokat, a konyhai mosogatás, főzés, takarítás, ezeket a dolgokat, de a hegy az más. Ott mindig én nekem télen, nyáron folyamatosan rengeteg rúgom van, és mindig, amikor valamit befejezek, már megvan a következő, hogy a következővel mit kell csinálnom. És ezért, tehát.